köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. 160 család kapott élelmiszeradományt, húsvéti sonka és édesség is került a csomagba. Fejlesztés az Eszterházy Miklós Technikumban, szabadtéri lelátót kapott a Dombóvári iskola. Diáknap az Adiban, munkáltatók és tanulók ismerhették meg egymást. Felgyújtotta a saját házát, egy ember meghalt a Dunaföldvári lakástűzben. Harmadik éve oszt húsvéti adományt Bátaszéken a gondozási központ. A helyi önkormányzatnak, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és egyesületeknek köszönhetően gazdagon összeállított élelmiszercsomaggal tudják megszépíteni a rászorulók húsvét ünnepét. Most 160 család, köztük 100 gyermek részesült adományban. Krumpli, tojás, húsvéti sonka, csoki is került a tartós élelmiszerek mellett abba a húsvéti csomagba, amit a gondozási központ munkatársai állítottak össze a Bátaszéken élő hátrányos helyzetű családoknak. Hosszú évek óta hagyomány, hogy karácsony közelettével élelmiszeradománnyal segítik a rászorulókat, 2020 tavaszától pedig húsvétkor is megszépítik a családok és a gyermekek ünnepét így módon. Most összesen 160 családnak, köztük 100 gyermeknek teszik gazdagabbá húsvétot. Tartós élelmiszer, illetve vaj, sonka, tojás, hagyma, krumpli is került a csomagokba. Mergül Pécsi Edit azt is elmondta, hogy minden csomag egységes, így minden rászoruló ugyanolyan mennyiségű és tartalmú adományt kapott, amiknek a sokszínűségéhez a városban sokan hozzájárultak. Ezúton szeretném még megköszönni az önkormányzatnak, illetve a helyi cégeknek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szép csomagokat tudjunk összeállítani, úgyhogy köszönjük szépen. Az adományokat folyamatosan várják a gondozási központ munkatársai, hiszen nem csak az ünnepek alkalmával, hanem évközben is segítenek a rászoruló családoknak. 2740 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.876.946 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 26 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.838 főre emelkedett. 1717 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 63 új fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta 39.705-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Nem lesz az idén nyelvvizsga amnestia, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az elmúlt két évben csak online lehetett nyelvvizsgát tenni a koronavírus járvány miatt, többek között ezért engedélyezte a kormány, hogy a főiskolások és egyetemisták nyelvvizsga nélkül is megkaphassák a diplomájukat. Ez azokra vonatkozott, akik legkésőbb 2021. augusztus végéig záróvizsgát tettek. Sok diák félreértelmezhette a törvénymódosítást, emiatt több ezer hallgató bízott az engedményben, vagyis, hogy idén ők is megkaphatják nyelvvizsga nélkül a diplomát. A Dombóvári Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházy Miklós Technikumának udvarán ünnepélyes keretek között avatták fel a műfüves pálya mellett elkészült lelátót. A szalagátvágáson a település polgármestere Pintér Szilárd is ott volt, aki hangsúlyozta, az önkormányzat számára fontos, hogy a helyi iskolák működését, fejlődését támogassák. A rendezvényen kiderült, az iskola vezetésének határozott elképzelései vannak, a pálya környezetének további fejlesztési lehetőségeit illetően is. Dombóváron a Buzánszky Jenő sportkomplexumot tavaly ősszel adták át a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházy Miklós Technikumának udvarán. Akkor a műfüves pálya környékén az érdeklődők csak állva tudták nézni az ott megrendezett mérkőzéseket ülőhely hiányában. Dombóvár város önkormányzatának felajánlásából sikerült ezt a helyzetet orvosolni. Itt van a város szívében, és van hozzá egy gyönyörű parkoló is, tehát viszonylag nagy, tehát meg lehet állni, ezért arra gondoltunk, hogy ha lehetne itt egy lelátó, akkor még több látogatnák egyébként ezt a pályát. Az ünnepélyes szalagátvágáson Dombóvár város polgármestere is jelen volt, aki azt kívánta a diákoknak, hogy sportoljanak és a lelátót igénybe véve drukkoljanak az itt megrendezett sporteseményeken. A város önkormányzatának fontos, hogy a település oktatási intézményében a lehető legjobb feltételek mellett tölthessék mindennapjaikat a diákok. Amikor a folyamat elindult, akkor még önkormányzati fenntartási intézmény volt, de hogy ki a fenntartó, az mit sem változtat rajta, hiszen a tulajdonos a város. Tehát
az az érdekünk, hogy minden intézményünkben minél jobb feltételeket teremtsünk. És miután itt ott van magát a lehetőség, hogy van egy nagy sportcsarnok, mögötte volt egy rendezetlen terület, meg tudtuk építeni a műfüves pályát, ezt a pályát ki tudtuk egészíteni most egy lelátóval. A műfüves pálya jobb kihasználhatósága érdekében a jövőbeni tervek között szerepel öltöző és vizes blokk kialakítása. Véradásra kéri a lakosságot a húsvéti hosszú étvége előtt és utána vérellátó szolgálat. Közleményükben azt írták, a betegellátáshoz a 4 napos ünnep alatt is szükség van vérkészítményekre, hiszen a legrövidebb lejárati idejű vérkészítmények felhasználhatósága 5 nap. Ezért az ellátás megfelelő szintű biztosításához szükség van a véradók kiemelt segítségére. Arra kérik azokat, akik egészségesnek érzik magukat, menjenek el vért adni a hosszú étvége előtt vagy után. Tolnaváros önkormányzata 2 ingatlant alakított ki arra a célra, hogy az orosz-ukrán háború elől menekülőknek szállás lehetőséget tudjon biztosítani. Civilek és vállalkozók álltak a kezdeményezés mellé, és mára már lakói is vannak az épületnek. Emellett a képviselőtestület arról is döntött legutóbbi ülésén, hogy további forrást különít el a menekültek támogatására. Az önkormányzat a költségvetésében egyelőre 3 millió forintot különített el arra, hogy ezeket a menekülteket segítse. Azt is hozzá kell tennem, hogy jelen pillanatban önkormányzati lakásban vagy önkormányzati ingatlanban eddig 5 menekült van, de gyakorlatilag a tegnapi napon lett kész a másik lakás, és összesen 10 menekültet tudunk fogadni. Többek között munkáltatók és tanulók ismerhették meg egymást a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikum és kollégium diáknapján. Juhász Gábor az iskola igazgatója elmondta, hogy a nap során a duális képző partnerek felmérhették a leendő tanulókat, illetve a most 9. osztályos gyerekek pedig megismerkedhettek azokkal az elvárásokkal, melyek majd a munkahelyen várnak rájuk. Ez egy 3D nyomtató, különfajta filamentekkel dolgozik, más-más színekkel van, zöld, bronz. A 3D nyomtatás világába vezetik be ezeket a tanulókat a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikum és kollégiumban. Az iskola ugyanis diáknapot szervezett. Ennek keretében a fiatalok kipróbálhatták az íjászatot, kézműveskedhettek, vagy éppen betekintést nyertek például az elektronika rejtelmeibe. Mindemellett pedig szakmabőrzén is részt vehettek, itt a duális képző partnerekkel ismerkedhettek meg a diákok. Ez az informatikai cég idén februárban csatlakozott a szakképzési rendszerhez, jelenleg 11 diák tanul a vállalkozásnál. Az a legjobb, hogy szerintem látják a valós gyakorlatot, illetve az ügyfelekkel is találkoznak, amivel igazából az iskolapadban nem fognak találkozni, és nem fognak rájönni arra, hogy kell megoldani egy valós problémát. Orsós Márton az Ady Endre technikumban szerzett villanyszerelői szakmát. Azt mondja, örül annak, hogy a duális partnernél tudott elhelyezkedni, miután végzett az iskolában. Ez a mesteremnek is az eredménye, hogy én oda akartam menni, mert ő tetszette meg velem ezt a szakmát igazából. Neki köszönhetem, hogy megteszett az egész szakma. Az állásbőrzén több mint 10 vállalkozás vett részt. Azok a vállalkozások, akik alkalmaznak tanulókat, akik foglalkoztatnak tanulókat, azok már a 9-esek között egy picit most szét is nézhetnek, illetve megismerkedhetnek a 9-es azokkal az elvárásokkal, amik rájuk várnak egy ilyen munkahelyen, egy ilyen leendő munkahelyen. Azért vannak meglepetések, úgy látom, de nem baj, hiszen ez pont erről szól ez a nap, hogy még az év vége előtt, még csak április van majd, de ugye az alapvizsga az június második felében lesz. Addig még egy kicsit lehet szokni ezt a gondolatot, lehet alkalmazkodni és lehet rá készülni. Az intézményvezető hozzátette, hogy a szakképzés egyik legfontosabb feladata az, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik majd a helyi munkaerőpiac értékes szereplői lehetnek. A vizsgált szennyvíz minták koronavírus örökítőanyag koncentrációja országos átlagban csökkenést mutat. Salgótarjánban, Szekszárdon és Szolnokon számottevő csökkenést tapasztalható. A vizsgált minták közül egyedül Kecskeméten mértek enyhén emelkedő tendenciát. Emelkedett a SARS-CoV-2 koncentráció 19 mintavételi hely esetében, míg Egerben, Szekszárdon és Veszprémben a mérsékelt tartományba esik. A járvány hullám leszálló ágára jellemző módon a koronavírus örökítőanyag koncentrációja hosszabb időtávot tekintve lassan, ingadozva, de egyértelműen csökken. Felgyújtotta a saját házát egy férfi Dunaföldváron, az ingatlanban rajta kívül még 2 tartózkodtak. Közülük egy 50 éves férfi belehalt a súlyos égési sérüléseibe. A gyújtogató tettért akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat.
Jól látható, hogy teljesen kiégett ez a csaknem 70 négyzetméteres ház Dunaföldváron. Az ingatlant saját tulajdonosa gyújtotta fel. Az 53 éves férfi részegen benzint locsolt szét a konyhájában, majd azt meggyújtotta úgy, hogy rajta kívül még ketten tartózkodtak az ablak nélküli helyiségben. A kollégáink szemlét folytattak, az adagyűjtés során gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy az ott lakó férfi gyújtotta meg a házát. Gyakorlatilag azonnal lángra kapott a konyha, majd a tűz kiterjedt az egész ingatlanra. Az egyik szintén a házban tartózkodó 50 éves férfi olyan súlyosan megégett, hogy ő a kórházba szállítását követően meghalt. A gyújtogatót elfogták, és részben beismerő vallomást tett a kihallgatása során. Majd őrizetbevételét követően a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben a nyomozást a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán halált okozó közveszélyokozás büntette miatt folytatják. Amennyiben ez bebizonyosodik, az 53 éves dunaföldvári gyújtogató tettéért 5-től 20 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó börtönbüntetésre is számíthat. Új, úgynevezett önműködő terelőrendszert helyez üzembe a Magyar Közút, hogy segítse a biztonságosabb munkavégzést. Azt írták, kiemelt figyelmet fordítanak a gyorsforgalmi utakon kialakított munkaterületek biztonságosabbá tételére. Ennek részeként szerezték be a Magyarországon és világszinten is egyedinek számító új, úgynevezett drop and pick előjelző készleteket, melyek egy hordozó, lerakó tehergépjárműből, két változtatható jelzésű táblából, egy terelő nyílettségből és egy konzolos változtatható jelzésű táblás előjelző utánfutóból állnak. A világon összesen 9 darab ilyen szerkezet van, melyből 5 Magyarországon található. A Magyar Közút 2000 óta 19 munkatársát veszítette el munkaterületeken a figyelmetlen közlekedők miatt. A társaság ezért arra kéri a közlekedőket, vegyék komolyan a munkavégzésre figyelmeztető jelzéseket, tartsák be az ideiglenes sebességkorlátozásokat, soroljanak be időben a munkaterület előtt, és vezetés közben kizárólag a forgalomra koncentráljanak, hogy elkerülhetőek legyenek a tragikus kimenetelű balesetek. A tavaly évben elfogadott szekszárdi klímastratégia megvalósításához készített rendezvénysorozatot a megyeszékhely önkormányzata. A civil szervezetek, az intézmények és a lakosság számára tartott előadáson a klímaváltozásról, környezeti tevékenységről és kezdeményezésekről is szó esett. Interaktív workshop keretein belül ismerhették meg Szekszárd lakosai az önkormányzat által tervezett aktuális klímastratégiát. A június végéig tartó programsorozaton szó esett többek között a káros széndioxid kibocsátásért felelős tényezőkről, az ökológiai lábnyomról, és arról is, hogy hogyan lehet a bolygónkon lévő élővilágot az utókor számára megóvni. Döbrente Katalin fenntarthatósági szakértő szerint fontos, hogy az elkészült klímastratégia mindenki számára ismert és hozzáférhető legyen, hiszen csak közösen képesek az emberek változást elérni. Az önkormányzat nagyon fontosnak tartja, hogy az elkészült klímastratégia ne csak egy dokumentumként úgymond az asztalon heverjen, hanem az abban foglaltakat egyrészt megismerje a város összes szereplője, másrészt pedig azok megvalósuljanak. Hozzátette, a folyamatokhoz a vállalkozók és a civil szervezetek is hozzá tudnak járulni, egy már bevált gyakorlat alkalmazásával. Emellett kitérünk arra is, hogy a Párizsi Egyezményben megfogalmazott 2, illetve egy szűkített verzióban másfél fokos életmódhoz kapcsolódóan egyéni szinten is mi mindent tudunk tenni, mik azok a tényezők, amik a karbonkibocsátásunkat, a karbonlábnyomunkat létrehozzák. A szervezők minden kezdeményezést és ötletet örömmel fogadnak a bolygó klímájának megóvása érdekében, hiszen fontosnak tartják, hogy az elképzelés át tudjon fordulni megvalósításba. Regionális híreinkkel menjünk tovább. Kell egy csapat, munkaerő megtartás, motiválás a vendéglátásban. Vadászkutyák seregszemléje, közel 400 ebet gyűlisztek Kaposváron. SZIA a kérdések, a bevallás problémáira hívta fel a figyelmet a szakember. Soha nem látott munkaerőpiaci változásokat okozott a vendéglátó szektorban az utóbbi időszak. Pályaelhagyás, kényszerű leépítések, alkalmi munkavégzés, más szakmákból érkezők betanítása, szakképzett utánpótlás hiánya, ezek jellemzik a Covid-járvány sújtotta időszakot. A vendéglátósok azonban keresik a megoldásokat, ezért tartottak workshopot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál kedden. Kell egy csapat, ezzel a címmel tartott workshopot a Baranyai Gasztronómiai Klaszter a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Munkaerőhiány sújtja a vendéglátást, erre kerestek megoldási lehetőségeket. Most már lassan tartunk, hogy az óvónőt át kell képezni szakásnak,
és később nem tudjuk, hogy mennyire lesz ez hatással a vállalkozásainkra, de a gőzerővel dolgozunk azon, hogy minél többen megkedveljék ezt a szakmát, és minél több ember dolgozzon ebben a szegmensben. A Covid miatti leállás, bezárás éppen ezt a területet sújtotta legjobban. A bizonytalanság sok munkavállalót késztetett arra, hogy elhagyja az éttermek, konyhák világát. A bizalom visszaépülését több mindennel lehet segíteni, mondja a humán szakember. A legjelentősebb faktor még mindig a pénz, ami egyébként a biztonságnak az alapja, tehát ez teremti meg számukra a mindennapi biztonságot, tehát nyilván ez sokba is kerül egyébként, és a bizalmat pedig ismét megint csak azt tudom mondani, hogy apró lépésekben lehet újra fölépíteni. Tehát az emberekkel, a munkatársainkkal foglalkozni kell, máshogy kell velük foglalkozni esetleg, mint eddig, tehát a konkrét fizikai, úgymond biológiai igényeiken kívül az önbecsülésükkel, az értékelésükkel is foglalkozni kell. Közben a vállalkozás jövőjét, a márkaépítést is szem előtt kell tartani, mondja a szakember. Pernyéz Zsuzsanna azt mondja, véleménye szerint nem fog visszaállni ugyanaz a helyzet a vendéglátás területén, mint ami a járvány előtt volt. Ezért kell minél vonzóbbá tenni egy-egy munkahelyet a vendéglátásban. Ezen kell dolgozniuk a vállalkozásoknak sokat. A munkavállalók ma már gyorsan döntenek, nem jellemző már annyira a lojalitás, mint régen, a szakember szerint. Országos vadászkutya kiállítást tartottak Kaposváron. A seregszemlén nagyjából 400 ebet bíráltak az ítészek. A megmérettetések külföldről is érkeztek tenyésztők. A délelőtti kiállításnak a legszebb kutyája lett az általán felvezetett német vizsla, ami egy érdekes dolog, mert tudom az én tulajdonom, én egy profi handler vagyok. Az esős időjárás ellenére több száz kutyát vezettek fel gazdáik a hétvégén Kaposváron. A nevezők többsége nem először vett részt ilyen megmérettetésen. Ő Malom Közivica névre hallgat, ő egy Európa győztes rövidszörű német vizsla a fajtáját tekintve, egy nagyon fiatal kutya, ennek ellenére rengeteg eredménye büszkélkedhet már, munkavizsgás, aktívan vadászó kutya. A seregszemlén külföldi nevezőkkel is lehetett találkozni. Kettő vadászkutya kiállítás egy nap. A kiállítók szívesen jönnek, egyébként a nevezők létszámában is megmutatkozik. Eljött távolról is sok olyan, sőt külföldi nevezőink is vannak, és ugye eljövök akkor egy nap két kiállítás, két különböző bírótól, két minősítés, két cím akár. A küllembíráló ítészek azt nézték, hogy a kutyák mennyire felelnek meg a fajta előírásainak. Itt több mint 360 kutyát bírálunk öten, öt bírót hívott meg Szmolka János elnök úr, és én úgy gondolom, hogy én 96 kutyát bíráltam délelőtt, a többieknek olyan 60-70 között volt, most egy kicsit megfordul az arány, mert a külföldi vendégbírónk Alenka Pokornő egy híres írszetett tenyésztő, ő bírál 90 valamennyit, és mi olyan 60-70 között. Ahhoz, hogy a kutyák jó eredményeket érjenek el, sokat kell velük foglalkozni és törődni. Már egész pici korba kezdjük, fölteszük az asztalra, rakosgatjuk lábát, mindent szépen, valamint fölvisszük pórázon, és ezt elég sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy szépen bemutatható legyen a kutyus, hogy türelmesen álljon, ahogy oda lepakoljuk, akkor az ott jól mutasson, úgyhogy ez egy elég hosszú feladat. A nevezők többsége nem is egy kutyát nevezett. Délelőtt két kutyát neveztem, délutánra négyet, a délelőtti eredmények megvannak, a kamfajta győztes, ezt a szuka, osztálygyőztes, meg két kölyköt hoztam szocializálódni. És még a tenyésztőket leginkább a bírák értékelése érdekelte, addig a látogatók közül többen itt ismerkedtek meg a kutyafajtákkal, illetve választották ki következő házi kedvencüket. Külföldön szerzett jövedelem, ingatlan értékesítés, bérbeadás, többek között ezekben a kérdésekben fordulnak elő hiányosságok, problémák a személyi jövedelemadó bevallásban. Ballai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense tájékoztatta erről a stábunkat. Fontos odafigyelni, ugyanis nem minden esetben kell bizonyos adatokat szerepeltetni a tervezetben, illetve az adóhivatal sem rendelkezik minden szükséges adattal.
zajlik az SZIA bevallási szezon. A felmerülő kérdésekről beszélgettünk a NAV Baranyai sajtóreferensével Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina elmondta, hogy a munkáltatóknak január 31-éig kellett kiadniuk a munkavállalói igazolásokat. Ha ez nem történt meg, akkor az adózóknak lehetőségük van arra, hogy 15 napon belül pótolják a bevallást a dokumentummal igazolási kérelemként. Ez megtalálható az adóhivatal honlapján, de a NAV is kiadhatja az adatokat, amennyiben nem sikerül azokat beszerezni a munkáltatótól. Ha pedig az adózó külföldről származó jövedelemmel rendelkezik, akkor a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján állapítják meg adókötelességét. Abban az esetben, hogyha munkaviszonyból származik külföldi jövedelme az adózónak, akkor főszabály szerint az a munkavégzés helyén adóztatható, és hogyha az adózónak egyéb bevallás köteles jövedelme itt Magyarországon nincsen, akkor nem kell bevallást neki benyújtani. Ezekkel az adatokkal ki kell egészíteni a bevallási tervezetet, ugyanis ezek nem szerepelnek a dokumentumban. Ingatlan értékesítés esetén is oda kell figyelniük az adózóknak, ugyanis az erről szóló adatokat sem tartalmazza a tervezet. Azonban, ha kevesebbért értékesítette az adózó, mint a szerzési értéke, vagy 5 éven át a tulajdonában állt az ingatlan, akkor azt nem is kell szerepeltetni a bevallásban, ugyanis így az eladásból nem keletkezett jövedelem. A bérbeadásnál viszont már más szabályok vannak érvényben. Hogyha az adózó kifizetőnek adta bérbe az ingatlanát, akkor ugye a kifizetőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van, tehát a bevallási tervezetben is szerepelhetnek ezek az adatok, tehát felülvizsgálja a bevallási tervezetet a saját dokumentumaival, és ha egyezik, akkor jóvá tudja hagyni, és le tudja a bevallási kötelezettséget. Ha azonban magánszemélynek adta bérbe, akkor nem készíti el az adózó számára a bevallást a NAV, azt a magánszemélynek kell bevallania. Az adóhivatal munkatársai továbbra is nyújtanak segítséget kérdés esetén telefonon és személyesen az ügyfélszolgálatokon is. Végül nézzük főbb Tolna megyei hírénket még egyszer röviden. 160 család kapott élelmiszeradományt, húsvéti sonka és édesség is került a csomagba. Fejlesztés az Eszterházy Miklós Technikumban, szabadtéri lelátót kapott a Dombóvári iskola. Diáknap az Adiban, munkáltatók és tanulók ismerhették meg egymást. Felgyújtotta a saját házát, egy ember meghalt a Dunaföldvári lakástűzben. Csütörtökön folytatódik a napsütés és tovább melegszik a levegő, délután fátyolfelhők zavarhatják meg a napos időt, gyenge mérséket lesz a délkeleti szél, éjszaka erősen megnövekszik a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, honlaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!